Én nem vagyok szélső jobb oldali, sőt antirasszista vagyok. Mégis úgy gondoltam, hogy elmegyek Szlovákiába, felvidékre, bocsánat, segíteni azoknak, akik rászorulnak. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb rasszizmus igenis Dunaszerdahelyen volt aznap. Az, ahogyan a magyarokat elverték, én egyszerűen nem is tudok szavakat találni. Az, hogy megindult a rendőrroham, az emberek a földön fekszenek, 3-4 méter magasságba összetorlódnak, mindenki könyörög, hogy húzzál ki, és amikor szépen lebontjuk az embereket fölülről, legalul fekszik 8 ember kifordult két szemekkel. El tudjátok képzelni, milyen látvány? Fogjuk, elviszük hátra őket. Végig kifeküdtek az emberek a földön hátul, és kifeküdtek a stadionba, és megindulnak előről, oldalról, mindenhonnan a rendőrök. Nem tudsz mit csinálni, ütnek, vágnak. És akit találnak a földön, nem érdekli őket, hogy a földről szedted elő, ütik, vágják tovább, stölik, csontja, mindene. Én úgy gondolom, ez az igazi rasszizmus, és ez az igazi magyar gyűlölet. Én azt mondom, gyerekek, hogy ennek itt véget kell szabni. Sajnos nem tudok sokkal többet mondani, mert el kell indulnunk Nyíregyházára, foci meccsre nekünk fehérváriaknak. Szívesen végighallgatnék itt mindenkit. Nem is tudok szavakat mondani. Sziasztok! Tete Tamás uratodat! Szlovákia!